Én azt hiszem, hogy a Gyurival a kezdet mindig homályba vészte, hogyha jól emlékszem, akkor 1983-ban ismerkedtünk meg személyesen, akkor, amikor a Liget Galéria első évében ő rögtön kiállított. Azt hiszem talán a negyedik, ötödik kiállítás lehetett az övé, és arra rögtön született egy jelentés is, mint utóbb megtudtuk, és nagyon érdekes volt vele dolgozni. És aztán a Gyuri nagyon sokszor járt a Liget megnyitóira, mert ugye akkoriban csinálta az Alt, és a Liget megnyitó közönsége az komoly vevőköre volt az aktuális leveleknek, úgyhogy a Gyurinak volt egy ilyen hatalmas, várakasztható bőrtáskája, ami tele volt a friss példányokkal, és hát itt mindig nagyon örült mindenki, amikor egy-egy új szám jelent meg, és egy-egy új szám. Ami hát számomra, meg az én nemzedékem számára azt gondolom, hogy nagyon sok hézagpótló információt tartalmazott, hiszen a hivatalos folyóiratokba, szaklapokba ezek az információk akkor még nem kerültek bele. Úgyhogy, és onnantól kezdve Gyurival ez a kapcsolat, ez folyamatos volt részemről is, tehát valamennyiünket nagyon érdekelt. És aztán, ahogy mi is elkezdtünk kiadványokat csinálni, az meg őt érdekelte.